A lányok napját minden évben megrendezik, azért, hogy a tizenéves lányok érdeklődését felkeltsék a műszaki, természettudományos és informatikai szakterületek iránt. Az ELTE informatikai kara és az EIT Digital játékos programsorozattal készült erre a napra. Az EIT Digital az egy európai non-profit szervezet, ami azzal a céllal jött létre, hogy az úgynevezett üzleti innovációt támogassa. Üzleti innováció alatt azt értjük, amikor a kutatásfejlesztési eredményekből, informatikában, a technológiákból üzleti eredmények jönnek létre. Itt az EIT Digital Budapestnél, amelynek az ELTE évek óta része az egyik alapító intézménye, olyan mesterhallgatókat képzünk, akik képesek arra, hogy az ötleteiket továbbfejlesztve terméket vagy szolgáltatást hozzanak létre és azt piacra vigyék. Illetve olyan doktori programunk is van, ahol a jövő informatikai vezetőit képezzük. Az ELTE meglehetősen jól áll a fiú-lány arányt tekintve, de szeretnénk ezt tovább növelni, úgyhogy ide hívtuk ezt a 31 néhány lányt, hogy egy fél napon keresztül játszanak velünk és ismerkedjenek meg azzal, hogyan lehet informatikai startupokat építeni a jövőben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok is nyitottak legyenek az informatikai világban való elhelyezkedés felé, és különösen a lányok. Ez az elmúlt évtizedekben kicsit hanyagolva volt ez a kérdés. A társadalom szintjén legalábbis negatív visszajelzéseket kapnak a lányok, hogy nekik nem biztos, hogy ez való, vagy akár, hogy ők nem ugyanannyira tehetségesek, biológiai különbségekkel próbálják némelyek megmagyarázni, hogy miért kéne a lányoknak más csinálni. Ez véleményem szerint mind butaság. Vannak biológiai különbségek, de ezekből nem következik az, hogy valaki mondjuk az informatikához kevésbé kell, hogy affin legyen. Óta érdeklődöm az informatika iránt, a reál irány felé már jóval korábban is kacsingattam, mivel a családomban sok a mérnök, az informatikus, a tevek között az apám is és a keresztanyám is, úgyhogy ez így nekem adott volt az informatika, hogy vele együtt nőttem fel a házban. Aztán idő után rájöttem, hogy nem igazán tudom másnak elképzelni magam, mint informatikusnak, illetve programozónak. És akkor elkezdtem olyan programokat keresni, ahol ezzel tudok ismerkedni. Mindig úgy gondoltam, hogy a versenyszektorban dolgoznék, viszont nem tudom, mennyi esély van annak az álmomnak, hogy esetleg egyszer a kutatásba is részt vehessek. Ott az a gond, hogy ahhoz tényleg nagyon nagy tehetség kell, és nagyon nagy szerencse, hogy bekerüljön az ember.